A dolgozatok megírásának szabályait hallgatják a felvételizők szombaton délelőtt a Nyíregyházi Vasvári Pál gimnáziumban. A tanulóknak mind magyarból, mind pedig matematikából kompetencia alapú feladatokat kellett teljesíteniük. A diákok még hetekkel ezelőtt megválaszthatták, hogy hol szeretnék megírni az egységes központi középfokú felvételi vizsgát, függetlenül attól, hogy később hova jelentkeznek. A magyar az első, és a tanulóknak a korosztályukhoz igazított feladatokat kell megoldaniuk. A matematika, és ez általában egy sikerélménnyel együttjáró produkció szokott lenni, és ezt követi majd a matematika központi írásbeli megírása, ez már egy kicsit fogósabb. Egyszerűbb feladatoktól haladnak majd a bonyolultabb, összetettebb feladatok felé. A 9. évfolyam írásbeli ére országszerte több mint 57 ezeren jelentkezte, 6 évfolyamos gimnáziumi írásbelén pedig mintegy 9300-an vettek részt. A jelentkezők csütörtökön tekinthetik meg a kijavított feladatsorokat abban az intézményben, ahol írták azokat. Hétfőre kijavításra kerülnek ezek a dolgozatok. Azután rögzítjük a számítógépes rendszerben, és ö, január 23-án csütörtökön 8 és 16 óra között lehet észrevételt tenni a javítási, javítással kapcsolatban, illetve ekkor vehetik át a szülők gyerekek az értékelési lapot. A feladatsorok javítási értékelési útmutatója hétfőtől vált nyilvánossá. Ez az oktatási hivatal internetes oldalán tekinthető meg. A Vaspáripá gimnáziumban idén 282 diákot vártak, de minden évben előfordul, hogy néhány jelentkező betegség miatt csak a pótlóvizsgán tud megjelenni. Ezt szintén csütörtökön 14 órától tartják majd. A diákok február 19-éig dönthetnek arról, hogy melyik középiskolában tanulnának tovább.